Meeple Circus egy 2-től 5 főig játszható társasjáték, amelyben a játékosok egy cirkuszi előadásra készülve összemérik egymással az ügyességüket. A felvételen látható példány angol kiadású, így a doboz angol játékszabályt tartalmaz, a játékmenet nagy része pedig nyelvfüggetlen, az esetlegesen felbukkanó szövegek pedig nyílt információk. A doboz tartalmaz három pontozókártyát, egy pontozótáblát, egy magasságmérőt, öt különböző játékos színben porondokat, pontjelölőket, közönségigény kártyákat, eszközlapkákat, gyorsasági bónuszjelölőket, egy kezdőjátékos jelölőt, első, második és harmadik felvonás lapkákat, továbbá számos fa játékelemet. Helyezzük a pontozó a játéktér közepére. Minden játékos válasszon egy játékos szint és vegye magához a saját színű porondot, illetve a pontjelölőt. A pontjelölő a pontozósáv egyes mezője elé kerül, a porondokat pedig minden játékos helyezze maga elé, emellett pedig minden játékos vegye magához egy kék, illetve egy sárga akrobatát. A közönség igénykártyákat válogassuk szét a hátlapjuk alapján, a paklikat pedig külön-külön keverjük meg, és helyezzük őket a pontozótábla tábla számukra kialakított helyeire, ezután pedig minden pakli felső kártyáját fordítsuk meg képpel felfelé. Keverjük meg az eszközlapkákat képpel lefelé, majd a pontozó a jobb felső része mellé fordítsunk meg 6 ilyen lapkát, a megmaradt lapkákat egyelőre tegyük félre, a játék későbbi részében még szükség lesz rájuk. Válogassuk szét a hátlapjuk alapján az első, második és harmadik felvonás lapkákat. A játék elején csak az első felvonás lapkákra lesz szükség, így a többit tegyük egy kicsit félre. A lapkákat keverjük meg képpel lefelé, és fordítsunk meg a játékosok számánál egyel több lapkát képpel felfelé. Tehát például egy háromfős játék esetén négy ilyen lapkára lesz szükség, a többit helyezzük vissza a játék dobozába. A magasságmérőt, a gyorsasági bónuszjelölőket és az összes fa játékelemet helyezzük mindenki számára könnyen elérhető helyre. A pontozó kártyákat helyezzük egymásra egy, kettő, illetve három csillag sorrendben a pontozó tábla jobb oldalára középre. Az lesz a kezdőjátékos, aki legutóbb járt cirkuszban, ő megkapja a kezdőjátékos jelölőt, és kezdődhet is a játék. A teljes játék három felvonásból áll, lesz egy első, illetve második próba, a harmadik felvonás pedig a tényleges előadás lesz. Minden három felvonás alatt a játékosok az aktuális pontozókártya alapján pontokhoz jutnak, a pontok tulajdonképpen a taps mértékét jelképezik és aki a játék végére a legtöbb tapsot kapja, azaz a legtöbb ponttal rendelkezik, megnyeri a játékot. Minden felvonás, azaz minden forduló négy fázisból áll. Az első felvonás első fázisában a kezdőjátékossal kezdve az óramtató járásával megegyező irányban haladva, amikor egy játékos sorra kerül, akkor kiválaszt vagy egy ilyen eszközlapkát, vagy pedig egy ilyen felvonáslapkát. Ebben az első felvonásban mindkét játékelemnek hasonló funkciója van, a kiválasztott lapkán lévő játékelemeket el kell venni. Ebben az esetben egy lovat, egy lufit és egy hordót. A lapkán lévő elrendezésnek pedig nincs jelentősége. Ezek csak színesebbé, érdekesebbé teszik az ábrázolást. De a lényege, hogy egyszerűen el kell venni a látható játékelemeket. Ez a játékos tehát egy ilyen felvonáslapkát vett el. A tőle balra ülő játékos eldöntheti, hogy eszközlapkát vagy felvonáslapkát veszel, mondjuk ő elveszi ezt, ezzel együtt pedig egy piros akrobatát, illetve egy lovat. A következő játékos is eldönti, hogy a két lapkatípus melyikéből választ egyet, tegyük fel, hogy ő elviszi ezt, egy sárga akrobatával, egy hordóval és egy léccel. Majd amikor újra a kezdőjátékos kerül sorra, akkor ő kötelezően a másik fajta lapkatípusba kell, hogy válaszon egyet, mondjuk ő elviszi ezt, így elvesz egy kék akrobatát, illetve egy ilyen lécet, és a többi játékos is, amikor sorra kerül, olyan lapkát kell, hogy válaszon, amilyennel még nem rendelkezik. Összességében tehát ennek az előkészületi fázisnak a végére minden játékosnak egy-egy különböző típusú lapkája lesz, a rajta lévő játékelemekkel együtt. Ezután következik az előadás fázis. Fontos, hogy ezen a ponton még minden nálunk lévő játékelem a porondunkon kívül kell, hogy legyen. És ebben a fázisban a játékosok egyidejűleg a náluk lévő játékelemekkel előadást kell, hogy felépítsenek, figyelembe véve az adott felvonás pontozását. Aki a leggyorsabban végez, vegye el a kettes értékű gyorsasági bónuszjelölőt, a második leggyorsabb pedig az egyes értékű Gyorsasági bónusz jelölőt veszi el, a többieknek ilyen már nem juthat. Figyelembe kell majd venni a közönség igényeit, ez a négy képpel felfelé fordított kártya. Minden olyan kék akrobata, ami érintkezik a talajjal, egy pontot fog érni, minden olyan sárga akrobata, ami nem érintkezik a talajjal, egy pontot fog érni, és a piros akrobaták esetében, ha azokon egy másik értéke nem sincs, az alapján érnek majd pontot, hogy milyen magasan vannak az építményben. Ehhez kell majd a magasságmérőt használni. A lehelyezés során van néhány fontos szabály. Nem kötelező az összes nálunk lévő játékelemet a porondra rakni, de ami a porondra kerül, az a porond belső határain belül kell, hogy maradjon. Alapvetően a játékelemeket nem lehet elfektetni. Tehát az akrobaták, az állatok, a lufi, mind állva kell, hogy a porondra kerüljön. Egyedül ezek a lécek boríthatók fel tetszőlegesen, illetve a hordók. A pontozás szempontjából pedig van még egy fontos szabály, hogy azok a játékelemek, amik érintkeznek a talajjal, önmagukban nem érhetnek pontot, csak akkor, ha másik játékelem is van rajtuk. A játékhoz van egy mobil applikáció is, ebben egyrészt megvannak a játékszabályai, másrészt pedig különböző hangsávokat tartalmaz, amikor minden játékos készen áll, indítsuk el az egyik dalt, és a játékosok egyidejűleg kezdjék el megalkotni a produkciójukat. Tadám! Amikor egy játékos úgy érzi, hogy végez az előadásával, bemondja, hogy Tadám, és ha még van gyorsasági bónusz jelölő, akkor azok közül a legnagyobb értékűt elveszi. Fontos, hogy amikor a zene elhallgat, akkor minden játékosnak abba kell hagynia az előadását. Ahogy említettem, nem kötelező minden játék elemet felhasználni, tehát ez így rendben van. És a pontozás a következőképpen zajlik ebben az első fordulóban. Először is pontok járnak az elvitt gyorsasági bónuszokért például ez a játékos kaphat itt kettő pontot. Ezt követően meg kell vizsgálni az összes kívánságkártyát. Egy-egy kártya többször is érhet pontot, például ha több lufináló ember van, akkor az minden alkalommal három pontot ér. Ezek a fehér figurák bármilyen akrobatát jelenthetnek, tehát mindegy, hogy sárga, piros vagy kék. Jelen esetben ez most három pontot jelent a zöld játékosnak. Ezt a jelenetet is sikeresen megvalósította, ez további négy pontot ér. Ilyen póz nincs a zöldjátékos előadásában, ezért nem jár két pont, és ilyen formáció sem látható, ezért ez a kártya nem ér négy pontot. Fontos, hogy az ezeken a kártyákon látható formációknak pontosan ugyanúgy kell szerepelniük a saját előadásban. Az viszont ilyen szempontból nem számít, hogy milyen magasan vannak a figurák. Minden kék akrobata, ami érintkezik a talajjal, egy pontot ér. Ez a zöldjátékosnak további egy pontot jelent, és minden sárga akrobata, ami nem érintkezik a talajjal, további 1 pontot ér. És a zöldjátékosnak most nincs piros akrobatája, a piros akrobata magassága alapján, amelyik sába legalább egy picit belelóg, annyi tapsot kap, azaz annyi pontot lép előre. Emellett például ebben a helyzetben még ezért a kártyáért is kapna pontot a játékos. Ez a pontozás tulajdonképpen a harmadik fázis. A negyedik fázis pedig a felvonás vége. Egyrészt minden játékos vegye le a porongyáról a saját játék elemeit. Ezeket mind meg kell tartani, tehát a játék további részében továbbra is felhasználhatók. A lapkákra már nem lesz szükség, ezeket félre lehet tenni. A kínálatban megmaradt lapkákat is el kell távolítani, illetve az aktuális forduló pontozó kártyáját. Az lesz az új kezdőjátékos, aki aktuálisan a legkevesebb ponttal rendelkezik ő az egyik kívánságkártyát kiválaszthatja és lecserélheti. Tegyük fel, hogy az a játékos ezt választja. Ezt a lapot el kell távolítani, és egy újat kell megfordítani. Tehát a következő fordulóban ezeket a kártyákat kell majd figyelembe venni a pontozás során. A következő forduló előkészítéseképpen meg kell fordítani hat új lapkát ide a játéktábla a jobb felső része mellé. Most a második felvonás lapkákból kell a játékosok számánál egyel többet a kínálatba helyezni. Ezek a lapkák kétoldalasak. Döntsük el véletlenszerűen, hogy melyik oldal kerüljön ide a kínálatba. A többi lapkára nem lesz szükség. És ezeken a lapkákon vendég előadók jelennek meg. Ezek új állatokat, illetve különleges szereplőket jelentenek. A második felvonás, azaz a második forduló ugyanúgy zajlik, mint az első forduló, tehát a kezdőjátékossal kezdve, az óramutató járásával megegyező irányban haladva, a játékosok összességében kétszer kerülnek majd sorra. Amikor először sorra kerülnek, akkor bármelyik típusból választhatnak egy lapkát, és elveszik a hozzájuk tartozó játékelemeket is. Másodszor sorra kerülve pedig mindenféleképpen a másik típusból kell lapkát választani, és bár a vendég lapkáin több játékelem is látható. Mindig csak azt az egy speciális játékelemet szabad elvenni, ami újonnan jelenik meg. Tehát például egy ilyen esetben ló nem vehető el, csak az idomár. Itt pedig kizárólag a fóka vehető el. A felvonás látható elrendezésnek azonban jelentősége van, ugyanis pontosan ilyen elrendezésért ér majd a lapka, a lapka tetején látható mennyiségű pontot, azaz tapsot. Az előkészítés fázis után egy újabb előadásra kerül sor. Ebben a második fordulóban az előadás során tehát már több játékelemmel rendelkezünk, és van egy plusz saját egyéni célunk is. A pontozás pedig alapvetően ugyanúgy zajlik, mint az első fordulóban, a vendég előadókkal kiegészítve. A harmadik fázisban lepontozzuk az előadásokat, a megmaradt lapkákat, el kell távolítani, a pontozókártyát is, az lesz az új kezdőjátékos, aki a legkevesebb ponttal rendelkezik, ő ismét Eltávolíthat egy ilyen kívánságkártyát, mondjuk ő most lecseréli ezt a kártyát. Összességében igaz, hogy a zöld hátlapú kártyáknál mindig lufikra, esetleg hordókra lehet szükség. A barna hátlapú kártyáknál mindig megjelenik valamilyen állat, a lila hátterű kártyák valamilyen akrobatamutatványt ábrázolnak, a narancsága hátterű kártyákon pedig mindig van léc. A megmaradt hat lapka is bekerül a kínálatba, és a harmadik felvonás lapkákból is a játékosok számánál egyet többet kell a kínálatba helyezni. A játék pedig tulajdonképpen két mini kiegészítőt tartalmaz. A kéz ikonnal megjelölt lapkák valamilyen plusz ügyességi elemet hoznak be. Tehát például csak egy kézzel lehet előadni, azaz megépíteni az előadásunkat. Az ilyen Bohóc ikonnal ellátott lapkák pedig valamilyen vicces igényt támasztanak a játékos felé. Amikor egy lapkán hangjegy jelenik meg, akkor külön dal van hozzá az applikációban. És például ebben az esetben minden alkalommal, amikor taps hangzik fel, akkor puszikat kell dobni, és azt kell mondani a közönségnek, hogy szeretlek benneteket háromszor. Ezeket azonban nem kötelező használni, így talán az első néhány játék során érdemes is félretenni őket és az ikon nélküli lapkákat használni. Fontos, hogy a második forduló végén ez az eszközlapka már nem kell, de az elvet vendég előadók a játékosoknál maradnak, ezért is pontjár, sőt a harmadik fordulóban a vendég előadó pontszáma megduplázódik. Ha sikerült teljesíteni azt. És a harmadik forduló első fázisa ugyanúgy zajlik, mint az előző fordulók előkészítés fázisai, tehát minden játékos típusonként egy-egy lapkához jut. A második fázisban az előadás során azonban, mivel ez már nem próba, hanem ténylegesen a végső előadás, a játékosok nem egyidejűleg hagyják végre az előadásukat, hanem egyesével, és ennek során figyelembe kell venni az elvett hármas felvonáslapkát, például ennél a lapkánál minden alkalommal, amikor az építés során leesik egy játékelem, akkor meg kell állni az építkezéssel, és azt kell mondani, hogy jaj, ez fáj, jaj, ez fáj, jaj, ez fáj. És csak ezt követően folytatható az előadás. A játékosok ebben a fázisban a legkevesebb ponttal rendelkező játékossal kezdve a legtöbb ponttal rendelkező játékos irányában haladnak, ebben a fordulóban nincs gyorsasági bónusz, és minden egyes előadást azonnal le kell pontozni, alapvetően ugyanazokat kell figyelembe venni továbbra is, a harmadik felvonás lapkával kiegészítve, illetve a vendég előadó duplázásával, már ha lehetséges, a játék végén pedig a legtöbb ponttal rendelkező játékos a győztes. Döntetlen esetén az érintett játékosok mind osztoznak a győzelemben. A Meeple Circus egy nagyon szórakozható ügyességi játék, ami azért némi taktikai érzéket is igényel. A játékosoknak keményen meg kell dolgozniuk a tapsért, és bár néha a széteső produkciók bosszúságot okoznak, végeredményben a saját előadásunk, illetve mások előadásai sok-sok vidámságot és nevetést biztosítanak. A felvétel elkészítéséhez a játékot a GameWiz bocsájtotta a rendelkezésemre, köszönöm szépen! Látogassatok el a weboldalukra, kedvező árakra, kedves kommunikációra és atombiztos csomagolásra számíthatok. Örülök, hogy erre jártál és megnézted ezt a videót. Ha érdekesnek, értékesnek, hasznosnak ítéled meg, akkor megköszönöm, ha lájkolod, kommentelsz, megosztod és feliratkozol a csatornára.